A hét egyik híre volt az, hogy 5 párti egyeztetést hívott össze a Fidesz az alkotmány módosításával kapcsolatban. Egy új jogrendi kategóriát, a terrorveszély fenyegetettséget, a terrorveszélyt szeretné a kormány beleírni az alaptörvénybe. Az ellenzéki pártok azt fogalmazták meg elsősorban kritikaként, hogy így korlátlan lehetősége lenne a kormánynak ellenőrzés nélkül bármikor, szinte bármire azt mondani, hogy ez most egy terrorveszélyes helyzet. Itt az alapkérdés mindig az, hogy az emberek megszokott hétköznapjai során alkalmazott szabadságjogok korlátozhatóak, vagy pedig sem. Azt kell mondjam, hogy az emberek többsége úgy látja, ami álláspontunk ez, és Nyugat-Európában is számos felmérés ezt mutatja, hogy mikor terrorveszély van, a biztonság mindenél többet ér, ezért bizony hajlandóak akár a szabadságjogaikat is némiképpen korlátozni az észszerűség és a szükségszerűség keretei között. Mint a bólogatott volna, vagy csak érdeklődéssel figyelte, hogy mit mond a honvédelmi miniszter? Szomorúsággal figyeltem. Azt kell, hogy mondjam, hogy bocsánat, hogy de konkrét tapasztalatokat tudok hozni, csak hogy mindig fölemlegetem Izrael, tehát hogy ott is úgy van, hogy a katonaság elvileg a hivatalos... Jó, hát aki nem tudná, de hát ki ne tudná, az izraeli hadsereg tartalékos tisztje kiment, aztán besorozták, aztán hazajött gyorsan. Így van, így van. Igen. Hát nem gyorsan, ugye azért mégis csak 3 év szolgálat, meg 8 év igen. Tanulás után, de valóban úgy van ott is, hogy a hivatalos katonai szolgálat 2 év, és amikor én bevonultam, akkor azt mondták, hogy azért, ez már 48-ban az volt, hogy vészhelyzet van, és akkor plusz 1 évet ráteszünk, és ezért 3 évet katonáskodunk. És ez 48 óta így van. Tehát, hogy én attól félek csak, hogy egyszer majd kihirdetik a veszélyállapotot, az, hogy itt terrorveszély van, és akkor az úgy marad. És tudjuk, hogy mit szoktak ilyenkor csinálni ezekben az állapotokban. A törökök éppen lebombázzák azokat az állásokat azon a néven, hogy ők terroristákat bombáznak, akik nekik politikai ellen, vagy ők úgy gondolják, hogy az állam ellenfelei. És még egy dolgot hagy mondjak, nagyon veszélyes a katonaságot bevetni civil környezetben, a katonaság az egy bárd. Ez nem tud úgy működni, mint egy szike, hogy csak ezt levágjuk, csak ott, ahhoz megvannak a speciális alakulatok, jó esetben a belügyminisztériumnak, a rendőrségnek. Egy olyan országban, ahol ez az utóbbi, se tudom hány évben ez nem történt meg, ez olyan veszélyeket rejt magában, amit el sem tud képzelni a civil társadalom, és ezért még azt is képes vagyok elhinni, hogy igen, esetleg így szavaznának, ne tegyék, nem szabad. Zsófi? Hát igen, meg a történelem általában azokat az eseteket jegyzi, amikor visszaéltek ezzel a, tehát a Julius Caesar, meg az Augustus, meg a többiek. Hát meg Napóleon. Forradalom. Igen. Sok történet filozófus mondja, hogy gyakorlatilag a francia forradalom hatása máig nem múlt, még mindig él a polgárokban a félelem. Hát nem csak a félelem, hanem például az a militáns antiklerikalizmus, ami megmutatkozik ebben a furcsa, ilyen transformált iszlám ellenességben, és erről a Jill Fraser nevű pap írt egy hosszú traktátust tavasszal a Charlie Hebdo ügy kapcsán, tehát ez a fajta ilyen vallás ellenesség. De még nagyon sok mindenben hat máig a francia forradalom, én még visszatérnék ezekre a golyónyomokra egy apró információval, hogy az 56-os golyónyomokat azonnal kijavították, mert a Kádár korszaknak az önképében, tehát a homlokzatokon ez nem látszhatott, viszont amikor kijavították az 56-os golyónyomokat, akkor a világháborúsokat nem, mert hogy az önlegitimációjuknak viszont része volt, hogy ők azok, akik már nem háborúznak. Ez egy fontos dolog, ez érdekes, György Pétertől tudom. A rendkívüli állapotra visszatérve, vagy szükségállapot, vagy készültség, vagy annak idején ugye a műveleti terület bevezetése volt, ez még egy Gyurcsányék alatt, hogy akkor egy ilyen katonai fogalmat beraknak a polgári környezetbe. Szerintem ezek nagyon rossz döntések, és nyilvánvalóan azt látjuk, hogy tendenciózusan ez kifejezetten az amúgy is rendpárti, amúgy is autoritár típusú hatalomgyakorlókat segíti, tehát őket mindig támogatja a vészhelyzet. Jön egy árvíz, kész nyereség. Jön egy menekült hullám, mert embereket épp halomra hentelnek valahol, az mindig segíteni fog azoknak, akik sokkal egyszerűbb a félelemnek nem a feldolgozására, hanem a megerősítésére appelláló üzenetekkel dolgoznak, és nagyon nehéz ezeket a félelmeket, amiket egy rossz közoktatás, egy rossz közbeszéd, egy defenzívában lévő média nem dolgozta föl. Olga Miki? Hát itt olvastam újságokban is, hogy már előre vetítették, hogy az Orbán diktatúrának egy újabb, micsoda önkényeskedő alkotmánymódosítása lesz ez. Csak ezzel van egy apró hiba, hogy nem tudják egyedül véghez vinni. Tehát azért van ott az ellenzék,
hogy miután kétharmados többség kell hozzá. Jobbik támogatni fogja, már meg is mondták. Hát te egy hétig gondolkodunk, de a Jobbik már fogja szavazni. Na, de az, hogy például az MSZP el sem megy a tárgyalásokra. De az, az nem az volt, hogy azért, mert ők saját tervezetet akarnak beadni? Az MSZP. Hát de hát ez egy vicces dolog, hát egy ellenzéki párt, amelyik ráadásul jelentős kisebbségben van, vajon milyen reményekkel megy egy saját javaslattal? Hát egyrészt, másrészt viszont, úgy is fel lehet tenni a kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán elvenni. Mert úgy látjuk, hogy eddig soha egyetlen módosítót nem fogadtak el, mármint a kormánypárti többség. Tehát olyan sok értelme a szocialistáknak nincs elmenni, mert elmennek, aztán mi van, akkor semmi sincs. Az a baj, hogy, szerintem következetes döntéseket kéne hozni ebben, például az MSZP-nek is, az már egy ilyen feltételes reflexé vált, hogy kivonulunk, nem megyünk el, nem szavazunk, nem szólunk hozzá, és időnként meg vannak javaslatok, és azt mondják, tehát hogy összeakadnak az érvelések, tehát ki kéne találni, hogy... De most, ha megnéznénk, hogy a legkomolyabb MSZP javaslat mi volt az utóbbi egy évben, az fizetésemelés. Ami aztán az égvilágon semmi közük nincs, mert az egy költségvetési kérdés, de ezek kívül tud maga valamiről, amiben úgy valamiféle megszólítása volna a társadalom. Fizetésemelés. Hát jó, fizetésemelés, hogy szükség van, és a költségvetésbe bele kéne szólni egy ellenzéki pártnak, az megint más kérdés, hogy az MSZP ezt nem túl potensen csinálja. De hogy ki kéne találni, hogy most akkor performance politizálásban utaznak, ami teljesen indokolható a kétharmad idején, mert valóban hiányzik a kétharmadból, nem tudom, most akkor két mandátum, vagy már nem is emlékszem rá, hogy mennyi, mert már annyira idegesít az egész. Kettő, mert hogy ugye van a Kéz Zoli, meg lett a Jobbikos jelölt. Nem? Már nem? Valahogy így van. El vagyok ostobásodva, bocsánat. De vagy pedig akkor tényleg beleállnak ezekbe a szakmai vitákba, és azt követik. Nagyon sokszor felmerül lesz, hogy minek vitázol vele, minek állsz szóba vele, egy csomó fórumon, a parlamenti képviseletben is, de ha az ember trollokkal találkozik az interneten, vagy provokálják. És ki kell találni, szerintem van értelme reagálni, szerintem van értelme érdemme hozzászólni, de azt jól kell csinálni. Egyébként csak egyetlen megjegyzés, majd itt szó lesz különböző sajtószakmai kérdésekről. Én erről a dologról annyit tudok, hogy ilyen ezekben a bizonyos helyzetekben, rendkívüli helyzetekben, az emberi alapjogok közül, ami engem szakmailag annak idején érintett, az például a gyülekezési jogot lehet korlátozni, a sajtót lehet korlátozni, be lehet vezetni a cenzúrát, hogy milyen a biztonsággal kapcsolatos híreket lehet továbbadni. Tehát itt nem kell feltétlenül rögtönítélő bíróságokra gondolni, meg sortüzekre, hanem ilyen teljesen hétköznapi egyszerű dolgok. Nem lehet gyülekezni 10 embernél többnek, mert akkor egy akna támadásnál több lett az áldozat. Szóval nem tudom, világos. És aztán tudjuk, hogy X idő után egyszer csak az én, hogy történelmileg így alakult ki, ezt ismerjük. Mondta Kádár jelentés, igen. Hát történelmileg úgy alakult, hogy hát igen, csak egy véletlenül több embert végeztem ki, mint a népbíróságunk a második világháború után. Hát sőt, hát hajnalon is túl, tehát Kádár elvtárs, hát a 48 utáni megtorlás az kiskutya füle volt ahhoz képest, amit a kommunisták vezettek 56 után. Na nézzük a második filmet.